PKB performance-nál vagyok ismét Szentpölten mellett. Rotterdorf. És most fogom megjegyezni az egész dolgot. És most részletesen bemutatjuk nektek, hogy mit kell tudnotok itt a fékpadról, egészen alapjaiból, hogy azt tudni kell, ugye az már elhangzott az első videóban, hogy az egész épület, a PKB Performance-nak az épülete az úgy indult ki, hogy ez volt a kiindulási alapja, ez a helyiség, ami igazából középen foglal helyet, arra van a műhely, arra van ott a kijárat, és középre tettétek a helyiséget. Mi ennek az oka? Hát tulajdonképpen az ember jobb oldalt, ha szemből nézzük az épületet, nincs szomszéd. Tehát hiába van itt rezgés, csillapítós, a betontól elkezdve, tehát konkrétan a tervrajzon, ugye ez egy teljesen külön ilyen zsilipelt dolognak volt feltüntetve, de ugye így vagyunk a legmesszebb még a következő szomszédtól, hogy a vibráció meg semmi ne menjen át, meg ne legyen nagyon hangos effektíve. Mert itt vagyunk igazából egy lakott területnek, nem a közepén, de itt egy lakóházak vannak szembe, szomszédban. Így van, tehát konkrétan a szalonnal közös fal szomszédunk is van, tehát itt, hogyha a födén vinné a rezgést, ezt mondták is, tehát akkor ott leteszel egy pohár vizet és a szomszédnál vibrálna az egész, tehát ez nyilván ilyet nem engedélyeznek. Na, mit kell tudnunk még erről a helyiségről, meg a védőpadatokról? Ugye a levegőztetésről már beszéltünk, tehát itt egy méter mély aknak készült ennek az egész sztorinak. Itt kimegy tulajdonképpen ilyen elektromosan állítható zsilipeken tudjuk beszívni a levegőt. A két nagy teljesítményű ventilátorral, ugye az középen jön ki, baloldalt hangtechnikusok által konstruált hangszigetelés van tulajdonképpen, ugye akik okosan elmondták, hogy mennek meg terjed a hanghullám, és ezt hogy kell letörni, hogy tulajdonképpen ne legyen túl hangos. Ez azt jelenti, hogy amikor akármilyen nyitott rendszerrel itt, hogyha a kolléga tényleg csúcsjárat egy gépet, akkor kint mi tudunk beszélgetni normálisan, tehát nem mondom azt, hogy semmit nem hallasz, de minthogyha az utcán benne lehetne egy motor, körülbelül annyit veszel észre ebből az egészből. Alapvetően ahhoz, hogy valaki megértse, hogy miért vannak ezek a szellőztető rendszerek, ugye ahhoz, hogy egy mérés optimális legyen bármilyen motornál, az mindig úgy jön ki a megfelelő teljesítmény, hogyha a megfelelő üzemanyag mennyiséghez megfelelő oxigén társul. És ugye mivel itt a motor egy helyben áll, viszont a hátsó kerék forog, illetve a motorblokk az működik, de ha áll a motor, akkor nem olyan oxigén mennyiséget kap, mint menet közben, és itt a szimulálni kell, meg kell adni neki ugyanazt a fajta oxigén mennyiség, báramló mennyiséget, mint amit menet közben bizonyos tempóknál tudna a motor 50-100-200-300, attól függ, hogy milyen motor van a padon. Most épp egy speed triple-ünk van, egy régebbi 1050-es speed triple van itt fönt. És ugye mindegyik motornak van egy olyan levegő beáramlása, ami dúsabbá teszi az oxigén mennyiségét, mert nagyobb sebességgel áramlik be egységnyi idő alatt. És ugye ezt szolgálják ezek a fajta ventilátorok. Ott bejön a levegő, ráfújja a motor elejére, és ugye ott meg el kell szívni, mert ha be van csukva a terem, akkor mind a Luffy fölfújjon az épület. Tehát gyakorlatilag a beáramló levegőt ki kell szívni ugyanolyan sebességgel. Jól mondom? Hát itt most nem a kiszívás történik konkrétan, hanem onnan jön be. Tehát amiről mit beszéltünk. Ott az jön be, és de akkor fújja meg? Nem, ez akkor ott megy ki. Így van. Ott szívja ki. Így van. Itt jön be. Jön be, megy előre, egy csatornán keresztül. Két nagy teljesítményű 30 köbméter per órás ventilátorunk van, amit senki nem értett, hogy minek. És úgy jön fel. És persze ott meg ki tud távozni. De hát ott jó, de ez itt alul megy. Így van. Ja, tehát ezért vagyunk, azt nem ugye, láttam ott, igen, hogy... Nem, mert egy aknán állunk. Ugye itt maga a padlózat is olyan, hogy szintén ugye a rezgés csillapítás szempontjából ezek ilyen valami gumi tököm tudja miből vannak 20 kg vagy több mint 20 kg per dal. És ugye itt minden el van rejtve, tehát itt nem látod effektíve a mozgó alkatrészeket, hanem ez direkt... Tehát így tervezik az egészet, itt a padló alatt van bent. Na, tehát a lényeg az, hogy ott megy el a levegő, nem itt megy el a levegő. Nem láttam az épület tervrajzát, hogy melyiken hol megy el. Igazából, de nyilván az Gyuri ezt jobban tudja. És igazából ami a különleges, én amikor először a mérőpadot megláttam, azért láttam most már egy pár mérőpadot az elmúlt években Magyarországon, nem is hasonlítottak erre. Ott egy hatalmas nagy henger volt, hogy így forog a bizonyos ellenállással kell forognia ennek a hengernek, hogy szimulálja azt is, hogy van egy teljesítménye motornak, hogy nem az van, hogy csak egy üres görgőt forgat, hanem ezt nagyon nehéz megforgatni a motornak, mint hogyha menne normálisan az úton. Illetve amiket én láttam, azok ilyen óriási nagy berendezések voltak. Olyan szintű lekötési lehetőségekkel, hogy a motort elég rendesen le kell rögzíteni, hogyha itt bármilyen teljesítményen megtolód és nagy sebességgel megy a motor gyakorlatilag állóhelyben, nem az legyen, hogy elszabadul a gép. És ott tele volt spaniferrel, kihúzva, sarokra, előre, lehúzva, itt meg szinte nem látsz semmit,
mert a motornak az első kereke az le van fogatva egy normális határolóval, oda van spaniferezve, és két tök szolid kis láthatatlan ilyen valamilyen rögzítő fülön a lábtartóval lehúzatva csak. Tehát nem zavarja munkába azt, aki körül, a motor körül mászkál, nem kell átlépegetni állandóan, ami elég nagy előny egyébként, amikor valaki sokat nyilván, dolgozik. Tehát azért, igen. Tehát a kolléga, aki ugye ezzel foglalkozik, ő fejlesztett itt más európai cégeknek is, és tulajdonképpen ez a pad komolyabb, mint egyik másik gyártónál, ami van a kutatásfejlesztésnél. Na, erre akarok kitérni, hogy azért árulj el olyan dolgokat nekem erről a padról, amit tudni érdemes, meg amit lehet. Mert tőzsdéről hívnak. A PKB Performance fel van a tőzsdén. Nagyon-nagyon-nagyon a technikai részekben nem akarok bemenni, mert ez nem az én asztalom, úgyhogy majd szerintem a kolléga segítségét kérjük, mielőtt hülyeségeket beszélek, aztán lefordítjuk szerintem mindenki jobb járva. Van még egy nagyon-nagyon fontos olyan tényező itt a mérőteremben, ami elhanyagolhatatlan, kihagyhatatlan, ugyanis nyilván, amikor pöfög egy motor, jönnek ki belőle a gázok, a kipufogó gázok, azokat el kell tudni szívni, mert ugye egy zárt helyiségről beszélünk, igazából van vagy 16 négyzetméter az egész szoba, és hát ugye ez nagyon hamar azért itt valaki dolgozik egy 20 percet a motorral, akkor itt az kávé öngyilkos lesz, hogyha a gázokat nem vezeti el. Van itt egy ilyen is berendezésetek, hogy működik ez? Hát tulajdonképpen az teljesen egyszerű, ugye egy elszívó rendszer, ezt is a kolléga konstruálta ugyanúgy, ahogy a légbeömlőket. Hát mániákus, tehát fejlesztő mérnök muszáj, hogy ő mindent CAD-ben konkrétan 3D-ben lemodellezett, még mielőtt hozzányúlt volna. Mondjuk ezt itt pont benéztem, mert először egy kis teljesítmény motort vett hozzá, úgyhogy fél óra után bokákon rohant ki a helyiségből, mert szegény nem kapott túl sok levegőt, de most már sikerült ezt is eszközölni, úgyhogy minden tökéletesen megy. Azért az nem olyan rossz egy cégnél, nem, hogy a fejlesztő mérnék egyébként a saját munkahelyét is kifejleszti a segéd dolgokat, hogy lehetőleg jobban tudjon dolgozni. Tulajdonképpen igen, ezért van itt. Tehát ő egy olyan munkát hagyott ott, ami nekünk még azért nagyon jó néhány évbe fog telni, elérni, hogy mondjuk mi azt mondjuk, hogy ilyen összeget saját magunknak ki tudjunk fizetni, mint amit ő ott keresett. Csak ugye itt az a különbség, hogy itt a saját kis cégedet fejleszgetett, tehát nem feltétlenül financiál a legfontosabb, hanem az, hogy ez az övé, és kész. És léptelünk előre, aztán remélhetőleg elérjük előbb-utóbb. És az nagyon fontos, amit tudni kell a Gyurinak, a fejlesztő mérnök kollégájáról, hogy az előbb bementünk hozzá, hogy akkor egy kicsit fölvennék az ő kis műhelyét, ami ott van bennünk az ablak mögött, és azt mondta, hogy szó sem lehet róla, mert ott titkok vannak, és egyszerűen nem engedi meg, hogy ott nézzük. Egyébként van ott egy 3D nyomtatótok is, tehát egyedi alkatrészeket is fejlesztetek, vagy a fejlesztéséghez kísérletek is használjátok? Csinálunk, igen. Tehát főleg motocrossban, ugye, mivel támogatjuk az Európa-bajnokságon menő kisrácot, prototípusokat ugye először 3D nyomtatóval, és akkor utána, hogyha kipróbáljuk, akkor utána le van gyártatva alulból, vagy éppen abból az anyagból, ami szükséges. Úgyhogy persze használjuk, tehát nem azért vettük, hogy dísz legyen, és akkor porosodjon. Tehát ide jön hozzátok egy versenyző, akinek mondjuk valami olyan testi adottsága van, ahol nem felel meg mondjuk a gyári, vagy bármilyen után gyártott gyártónak a felszereltsége, és akkor azt mondja, hogy neki kell egy olyan, hogy úgy álljon a lába, vagy bármilyen jellegű dolgot gondolja? Konkrétan a lábtartót is csináltunk, a fékadaptereket csináltunk, mert elég sokan tesznek föl például KTM féket japán motorokra, egyszerűen mert jobban működik. Ehhez mondjuk egy ilyen átalakító, tehát hogy a villára fel tud vigyeszteni ezt a cuccot, azt is egész sokat gyártottunk Kawasakira, Hondára. Úgyhogy, és ugye nyilván először akkor megvan egy kis plastik dolog, megnézzük, hogy tényleg passzol-e, utána legyártatjuk mondjuk alumíniumból megfelelő, meg keménységűből. Ez versenymotorokról beszélünk csak, vagy utcai motorokról? Verseny. Verseny, ugye ez fontos azért megjegyezni, mert pont ez az alkatrész, ugye fék alkatrészről beszélünk. Tehát az utcának közelébe sem mehet. Tehát, hogyha ez nincsen megfelelően tűv, itt ugye tűv által bevizsgálva, el se adhatjuk utcára, tehát ez tényleg ilyen race use only, ez mindenhol fel van tüntetve a számlán is, hogy ez egyrészt műszakit se kap, ahogy ezt te felrakod a motorodra, az elveszti a típus bizonyítványát, legalábbis érvénytelen lesz, tehát ez mind és a versenynél ilyet nem ellenőriznek, hogy milyen gyári felszereltség, vagy milyen módosítás van, tehát ez lehet? Attól függ, ugye milyen kupában mész. Tehát a kisrác, aki az EB-n megy, ő neki két motorja van, mert csak úgy mókából megy az osztrák versenyen is, mert nagyon nem kihívás, az elmúlt 4 évben megnyerte. Mellette megy a német bajnokságba is, és ugye különbözőek az előírások, tehát pont ezért van neki két motorja is, mert teljesítményben is van eltérés, tehát ami maximalizálva van tulajdonképpen. Hozzátenném, hogy a 85 köbcentis kétütemű motor 47 lóerőnél jár, és még nem maxoltuk ki, tehát elég beteg.
Alex. I'm responsible for all the dyno tuning, all the ECU stuff we are doing here. This is our dyno room. On this dyno we have a dynocraft engine dyno, motorcycle dyno, which is capable of measuring up to 1000 horsepower. With this brake we have down here. On the front screen you can see now a dyno chart we already made. We measure horsepower and torque which the engine is pulling on the clutch. What we are doing here is optimization of parts you can mount on your bike. So for example, if you change the exhaust system or if you do modifications on your intake, then always the ECU needs to know about this. It needs to be adjusted perfectly, fitting for all your hardware specifications you do on your engine. We also do modifications on the engine itself. So for example, we put in different cams, we raise the compression of the engine, which is all made mostly for gaining horsepower, of course, and also increase drivability and make the bike really suit for you. So if you have something you want your bike to tune or make it more suitable for you, then for sure we can do everything in here. Also features like quick shifter or things like that, or pit limiter for race bikes and so on, we also do this completely in the stock ECU on almost every bike. We are able to do this, so we don't plug in just something between ECU and your wire harness. We just put everything into the motor, into the engine control unit, and you're ready to go, and we optimize it on this dyno. Just to show you what we have here on measured data and also the outcome of all this, all we have here are measurements of the condition of the bike as it is right now. So we have how the fueling is adjusted down here, what kind of air to fuel mixture the engine is running in. We then have conditions like RPM, load of the engine, engine coolant temperature, intake air temperature, and many things more. These are conditions of the dyno itself. And basically what everybody is interested in is maximum horsepower. And this is what we can see here. On this dyno chart, we then see what over RPM, so this is the engine RPM, and this of course is the engine power. This is the responsible engine torque. So we see from bottom we increase, and on this bike, this is an example of a KTM. On this we see the blue chart here is as it was when it came stock. We then only did a software modification, so we took the standard software and adjusted everything to the bike as it was. The customer fitted another intake air filter, and then we adjusted the software to this new air filter, and as you can see, it makes really, really big impact. We have only with software tuning almost 5 Newton meters more and almost 5 horsepower, peak horsepower more. And this is just with the software. No really harder modifications were made on this bike. So if you then go here and also make bigger changes like on the exhaust system or the engine itself, then for sure the advantage of the software optimization is even bigger then. What is also worth to mention is that on a standard manufacturer like in Japan or somewhere else, he always needs to go on standard tolerances he has. He needs to be capable of riding not so good fuel, or bad fuel it is called, where you have less octane. But when you go here and have you always fuel 100 octane fuel, then your ECU or your engine is running completely not on the optimum, because it's made for not good fuel. It needs to be, because it's standard tolerances. If you
if your reflash is you and you do an optimization of your engine control unit, you can really go into this. You tell us what fuel do you use, and we adjust the engine perfectly to the fuel you use. So if you use 100 octane fuel, your bike or your engine is way more capable of doing much better riding, better on the throttle, and also more horsepower. And this it will never do with the standard knob mapping. Also, on many bikes where you have different modes, you can select probably street or sport mode, you can do it separately. So if you normally refuel only with 100 octane fuel, then we can do probably a sport mode with 100 octane where it has the most horsepower, and then you say no, you want to have a safe mapping also, then you switch to a standard mapping, street, road mapping, where then you can use 95 octane fuel or even better fuel if you are in a country where you can't just get the premium fuel. Gondolom most már érthető, ugye, hogy miért szerettem bele én ebbe a helyiségbe, hogy mennyi minden zajlik ebbe a műhelybe. Mindenki jöhet hozzátok, ugye milyen motorokat lehet hozni hozzátok? Bármit, tehát effektíve Tourenduro, ugye nagyon sok versenycross motort csinálunk, pályamotort, nagyon sok naked, most a nakednek van nagy piaca, valahogy most így váltják egy picit a Tourendurokat. Rengeteg Z900 volt most itt nálunk, de Tourendurok, tehát például pont azért, mert a KTM-nek, a 1290-nek eleve annyi szenzor van már a motorban, a mostani motorokban, hogy tulajdonképpen csak szoftveresen kicsit letelkező mindent rá tudunk lőni. Illetve most a GTS 300-nak van nálunk nagy piaca, a Vespának így van. Pedig eleve a GTS 300 Vespa megy, mint az állat a kicsi kerekeivel, és azt még tuningolják itt? Nem picit. Meglepődtünk mi is, valaki idejött. Majdnem 4 lóerőt hoztunk rajta. És most százalékosan, ha belegondolsz, az baromi nagy lehetős, vagy emelkedés. Most azt veszed egy autónál, vagy egy motor, vagy egy ilyen motornál, 3 lóerő, az annyira nem nagy változás lesz. De egy kis robogónál, aminek nincs súlya effektíve, nagyon észrevehető a különbség nyilván. Árakról beszélünk? Nem. Ár az egyrészt az mindig specifikus, márhogy motorspecifikus, nyilván attól függ, hogy mi az igény, tehát mit szeretne az ember rápakoltatni, hogy csak tényleg egy optimalizálás, vagy minden más. Többször előfordult már, hogyha mondjuk a gyári szenzorokból nem tudunk elég adatot kinyerni, akkor csinál hozzá a kolléga effektíve többet. Tehát, hogy kilopjuk azt, amire szükségünk van effektíve. És akkor látjuk nyilvánvalóan, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Tehát be kell jelentkezni hozzátok egyébként, vagy hogy megy a történet? Mindenképpen először, mielőtt valaki elindul Magyarország, vagy bárhonnan Európából, először az csörögjön ide, nem? Vagy írjon rátok? Célszerű, tehát az elérhetőségeinket megtaláljátok fent, az enyémet is, tehát hogyha magyarul akartok beszélni. Most azért pár hetes előjegyzésünk van már, hál' Istennek, tehát folyamatosan megy a pad. Meg az ilyen nagyobb átépítéses sztorik, tehát ahol mondjuk több napos mókáról van szó, az téli. Már hogy meg tudjuk oldani, ilyen SOS-ben is volt rá példa, itt egész konkrétan az osztrák motocross bajnokságban, aki az első helyzet, ő az egyetlen, aki Hondával megy az egész bajnokságban, és SOS kellett neki összelőni két motort. Ide jött pénteken éjjelig dolgoztak a srácok, meg szombaton is, vasárnap meg már itt a közeli pályán volt kint tesztelni. Nem hiszem, hogy minden áron, minden utcai motorra ez meg fog valósulni, hogyha netán valaki azzal jön ide. Nem, de beszéltem azért, Magyarországról volt már érdeklődő. Hogyha egy nagyobb programról beszélünk, az nem egy napos munka. Tehát itt van közelben egy ilyen hotel, amit ajánlani szoktunk, tehát akkor erre időt kell számni. Hát majd beugrotok Bécsbe addig, és akkor ott szálltok meg, aztán utána majd visszajöttök egy kicsit után. Van, aki azt mondta, hogy télen kihozza, amikor megy síelni, leteszi a motort, és hazafele meg visszajösszi. Olyat is csináltuk, olyan is foglalkoztok, hogy például hogy nekem van egy MP09-em, hogy mondjuk gyárilag szoftveresen rossz a gázreakció, ilyeneket is tudtok javítani? Vagy most megfogtalak? Mindent meg lehet oldani. Tehát nyilván azon lehet javítani. De nem mondunk ilyet, hogy gyárilag rossz. Nem optimalizálható. Na, szóval a lényeg, hogy gyakorlatilag bármilyen motorhoz hozzá tudtok nyúlni szoftveresen, és hogyha bárki szeretne olyan speckó fejlesztést és olyan szaktudást, amit eddig nem látott, akár olyan drága a motor, vagy olyan szintű átalakítás kell, akkor bátran forduljatok a Gyurihoz, az elérhetőséget megtaláljátok itt a videó végén, aztán innentől kezdve már a tiétek a pálya.